Nyilas, május első fele. Pozitívum, negatívum és egy tanács. Pozitívum, pozitív dolgokat néző. Nem annyira kellemes ez az időszak, mert május 5-én volt fogyatkozás, május 15-ig a Merkor, még retrográd. Na de nézzük, pozitívum, jaj de jó, hogy ez a kártya pozitívumra jött ki. Tehát legyőzzük az ellenséget, legyőzzük a konkurenciát, igen, megnyerjük a csatát, igen, igen. Ez a kártya kimondottan ellenséget mutat, de legyőzzük. A győztes a nyilas lesz. Ugrálnak a kártyák, jönnek az információk, megnyerjük a csatát, megnyerjük a háborút, ez nagyon fontos. Ó, és szerencsés esemény. Szerencsés fordulat. Így van. A szerencsekerék. Valamilyen szerencse várható. Fordulat. Megszabadulhatunk toxikus emberektől. Megszabadulunk az ellenségtől. Lesz egy fordulat. Uhum. Fordul a kocka, a szerencse a mi oldalunkon van. Igen, határozottan igen. Bármi lehet itt, bizony, hogy a szerencse, a fortuna az oldalunkon van. Na most nagy Árkánum megint, az akasztott ember. Ez az időszak tipikus ilyen, mint ez a kártya, a megállás időszaka, amikor a Merkur retrográd. Érdemes egy picit várni, nem kapkodni, nem cselekedni, pihenni, szabadságra menni, regenerálódni egy picit. Érdemes. Érdemes. Békén hagyni mindent. És majd mm, május 17-től. Megint elkezdeni aktívan tevékenykedni? Igen. A király elégedett az életünk? Igen. Boldogok vagyunk? Igen. A másik, ez a király azt üzeni nekünk, hogy valaki segíthet nekünk valamiben. Vagy a lelki támaszunk lehet. Ez a király elsősorban vagy rák, vagy halak, vagy skorpió lehet. Uh -huh. Igen. Nézzünk, csak mi lehet itt még. A király után itt a királynő, ez a királynő, maga a nyilas. Tehát királynők és királyok leszünk. Ezt üzeni ez a kártya. Nagyon jó, nagyon jó. Boldogság, szerencse. Szerencse, megint boldogság, ász, új öröm forrás valamilyen boldogságos esemény? Ez maga a grál, én így szoktam hívni. Az univerzum ad egy lehetőséget. Ha ez valamilyen új-új-új dolog, amivel még nem foglalkoztunk, akkor érdemes várni egy picit vele, a retrográt Merkur miatt, e, megnézni, megismerkedni ezzel a helyzettel érdemes, de belevágni, elkezdeni, a legelső lépést megtenni május 17-e után érdemes. Ez az időszak nagyon jó, hogy is mondjam, az előkészítés időszaka, ezt is tudnám mondani. De boldogság, boldogság, szerencse, az itt van, az ellenség, legyőzése. Nézzünk, mi várható negatívum. Mi az, amit el lehet kerülni? a kipottyant az előbb ez a kártya, visszatettem, és megint csak kijön. Tehát fontos információ, tízes botok. A tízes azt üzeni nekünk, hogy elérjük a célunkat, de, de lesznek akadályok. Lesznek akadályok, vannak akadályok. Valami vagy valaki, vagy valakik akadályozhatnak minket. Uh -huh. Ez a kártya még azt üzeni, hogy túl sok terhet cipelünk, túl sokat vállalunk, akár otthon, akár a munkahelyünkön, és ez már teher rámehet az egészségünkre, úgyhogy ezzel vigyázni kell. Hármas, valaki akadályozza a boldogságunkat. Uh -huh, Nézzünk még. Kezdés. Uh -huh. Ezen a kártyán vizet keres a férfi. Kezdés. Na most, ahogy mondtam, új dolgot elkezdeni nem érdemes. Amivel már régóta régebben foglalkoztunk, azzal igen, de, de totál valami újat elkezdeni, belevágni, várjunk. Várjunk május 17-ig. A gyermekek is ide tartoznak egyébként. Lehet itt valamilyen kellemetlenség, veszekedés a gyerekekkel. Hát a gyerekek meg tudják nehezíteni az életünket, meg tudják. Igen, és megint, megint, megint egy gyermek. Megint, jó? A gyermekekkel kapcsolatos lehet itt. Az idős emberek is ide tartoznak, a házi állatok is ide tartoznak, itt valamilyen kellemetlenségek lehetnek. A tanulás is ide tartozik, jó? Valami újat elkezdeni nem érdemes. Uh -huh. Pótvizsgára menni például, az igen, valamit átcsinálni, át az más dolog, de valami újat nem érdemes. Ha lehet, hát ha nem lehet, akkor természetesen az élet nem áll meg, mert most valami történik odafönt. Oda Kettes, nehéz választás, nehéz döntés. Uh -huh, nem tudunk dönteni. Nem tudjuk meghozni azt a bizonyos döntést. Kevés az információnk. Be kell kapcsolni a logikát. Ezen a kártyán nagyon szépen lehet látni a megoldást, vagy a helyes döntést. Tehát ott van a kisbaba. Most bevigyem a kisbabát, vagy ne? Hát természetesen bevisszem a kisbabát a házba, vagy a kolostorba. Nem hagyom kint, de mi lesz tovább? Uh -huh. minden, minden lépésünknek megvan a következménye. És lehet, hogy ez most itt apróságnak tűnik, de húzódhat, húzódhat évekere, mint például ezen a képen is látjuk, befogadjuk a kisbabát, azt még nevelni kell nagyon sokáig, ugye? Hosszú évek. Olyan is lehet, hogy egyszerűen nem tudunk valakivel megegyezni, vagy félünk kimondani a véleményünket itt. Vagy nem akarjuk megsérteni például az idős embert, a családtagokat. Valami hasonló lehet itt. És mi van itt még? Valami van a háttérben. Valamilyen titok. Valamit megtudunk. Valami van a titok. Uh -huh. Ehhez a kártyához egyébként hozzá tartozik az egészség is. Az egészség is. A vizsgálatok. Uh -huh. Amit mondanék, hogy például a kettes. Kardok, kardok. Ez maga a sebészet. A műtéteket érdemes elhalasztani, amikor a Merkur retrográd. Érdemes elhalasztani. Persze, amit nem lehet, azt nem lehet. A plastikai műtéteket mindenféleképpen el kell halasztani. Sőt, azokat egészen három évre érdemes elhalasztani a Plutó miatt, de erről beszéltem, és még fogok beszélni külön a Plutó videókban. Valamit megtudhatunk és akár, akár a családunkról, az őseinkről valami, valami kiderülhet. Nem biztos, hogy az kellemes lesz, mert ugye negatívumot nézünk itt. Érdekes. Ez a kártya, ez maga a detektív. Detektív, maga Sherlock Holmes. Milyen érdekes. Nagyon érdekes energiákat érzek én itt. Megyünk tovább, plusz információt kérünk szépen, a lovag. Uh -huh. A lovag, ez a kártya, ez mutathat um, um, valamilyen veszekedést, valamilyen vihart, valakivel, valakikkel, de ott a pozitívum, hogy legyőzzük az ellenséget, ez nagyon fontos. A másik még, ez a gyorsaság kártyája, valami gyorsan tud jönni, belépni az életünkbe, vagy gyorsan meg kell ezt hozni a döntést. Jön egy lehetőség, és gyorsan kell ezt válasz, eh, válaszolni rá, hogy igen vagy nem. Ilyen is lehet, nagyon érdekes az a kirakás. Na, de még vissza fogunk térni a májusra. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Sziasztok!